mai tematikus napunk témája sportrehabilitáció, sportsérülések, visszatérés a versenyzésbe, visszatérés a teljesítményhez címen futott. Az első gondolat az volt, hogy egyáltalán hogyan lehet megelőzni a sérülést. Erre a mai Tamást hívtuk, meg az MLS-nek a vezető gyógytornászát. Aztán, hogyha már bekövetkezett a sérülés, akkor mi történt a sérülésben? Dr. Magyar Mátyást tudtuk meghívni a fájdalom ambulanciától. Aztán, amikor már megtörtént a sérülés, és elkezdtük a játékosokat rehabilitálni, akkor hogyan tudjuk őket visszavezetni a teljesítménybe és a sportolásba? Erre Kazári Bencét kértük fel, aki itt a Puskás Akadémián a visszavezetésért felelős egyik rehabilitációs edző, és természetesen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a sérült játékossal kicsit másképp kell bánni, táplálkozásától kezdve a mentális felkészítésén, vagy nyomonkövetésén keresztül, egészen akár a pihenéséig, vagy a folyadékháztartásának a fenntartásához. Úgyhogy így lett egy komplett délután a mai napból. Szó esett az előadásában, és itt a kerekasztal beszélgetés egy részében is az edukáció fontosságáról. Ez hogyan épül be a rehabilitáció folyamatába, és milyen keretek között működik ez ma? És egyáltalán miért fontos? Azért, mert én azt gondolom, és azt tapasztalom, hogyha a játékos, és ez legyen akár fiatalkorú vagy felnőtt játékos, sokkal együttműködőbb, és sokkal jobban elfogadja azt, hogy mit kell neki csinálni, ha tudja, hogy miért, ha tudja, hogy mi történt vele, mi zajlik a szervezetében, és ezt hogyan próbáljuk kijavítani, és visszahozni őt a mindennapi edzésbe, hogyha ő ezzel tisztában van, akkor én azt tapasztalom, hogy sokkal tudatosabban végzi, akkor is, ha nem esik jól, akkor is, ha problémát hoz, akkor is, ha nagyon el van szomorodva, hogy most ő kiesik, de mégis ez fogja segíteni. És ehhez edukálni kell, és nem akkor kell elkezdeni, amikor megtörtént a sérülés, hanem jóval előbb. Mikortól kezd fontossá válni a rehabilitáció, és mondjuk magának a mozgáskészség fejlesztésének a kérdése a sérülések elkerülése szempontjából? Minél hamarabb, tehát meg kell néznünk azt, hogy melyik gyerek mire képes, mennyire van testtudata, illetve mennyire tudjuk őt lemérni, letesztelni. Az alap gondolatunk az, hogy minél több gyereket mérjünk fel, és nézzük meg a mozgásszervrendszerét, hogy utána föl tudjuk tenni azt a kérdést, hogy a testük mennyire lesz alkalmas mondjuk arra a terhelésre, illetve arra a képzésre, amit az adott labdarúgó edzők kitalálnak, illetve elterveznek. És egy mozgásszervi felméréssel ugye nagyon sok problémára, deformitásra tudunk fényderíteni, és hogyha ezeket a deformitásokat megpróbáljuk kiküszöbölni, illetve az izületeknek a mozgásterjedelmét próbáljuk növelni, és aztán ebből majd tudunk erőt fejleszteni, robbanékonyságot és gyorsaságot, akkor ebből a felépített testből fognak tudni majd a labdarúgó edzők minőségi paszt, minőségi íveléseket, minőségi kaprolugás vagy beadásokat produkáltatni a játékosokkal. Megváltozott a nemzetközi futball, erről van, robbanékonyság van, gyorsaság van. Ügyes játékosokat is ugye nyilván nevelnek, de az ügyesség mellett muszáj hozzátennünk a testi alkalmasságot. Ez egy olyan tudományterület, ami még növekedőben van. Összesen 60 fő regisztrált és jelent meg a mai napon, úgyhogy elégedettek voltunk a létszám alapvetően. Természetesen mindig próbáljuk úgy alakítani ezeket a meghívásokat, hogy elsősorban az érintett szakemberek jöjjenek el. De azért volt egy pár labdás edző, aki meghallgatta az előadásokat.